Az egyik főszereplő közelségében vagyunk, és nagyon reméljük, hogy... Milyen szemét vagy? A novellás kötethez képest kimondottan sikeres az első, az osztálytalálkozó különösen, de a második is, ugye ez egy évvel később jelent meg, a Bezzeggyének, az is szépen fogy. Igazából inkább egy ötlet volt, hogy vajon ezek a történetek hogyan működnének színpadon. Halló, tessék! Halló! Kérem, én egy bombát helyeztem el a parlament épületében, amelyik egy órán belül fel fog robbanni. Jézus, hogy Jóisten! Ez most teljesen komoly! Halálosan komoly! Mit kellett ezen megrendezni? Mindenki ugyanabban a háttérben, mindenki ugyanabban a színpadra sétált föl, szóval... Milyen feladatai voltak? Semmi. Nagyon nagy segítség volt nekem, hogy Enyedi Éva dramaturgként segítette a munkát, és azt mondanám, hogy nincsen olyan jelenet, amiről azt gondolnám, hogy kevésbé lenne jó, mint megírva, tehát mint novellaként, viszont vannak olyanok, amik jobbak. Tehát némelyiknek kimondottan jót tett a színpad, és kimondottan jót tett a dramaturgi hozzányúlás. Különböző karaktereket látunk különböző sztorikban, de mitől lettek mégis koherensek? Humorral közelíti meg az embereket is, valami nagyon, nagyon kedves bölcsességgel, és valahogy ez a hozzáállás, ez az élethez való hozzáállás az, ami összefűzi, az üzenet, hogy hát igen, még a halált is ki lehet játszani, még azt is le lehet győzni. Meghalt valaki, hogy ilyen sötét ruhát visel? Nem én. Én vagyok a halál. Az én színem a fekete. És akkor jövök el, ha élet véget ért. Értem, jaj, látja, milyen buta vagyok, hát meg se kínáltam kávéval. Kér kávé! Az, hogy ezek ilyen látszólag egymással nem összefüggő jelentek, vagy hát tényleg nem, sokszor nem függnek össze, vagy egyáltalán nem függnek össze, ez nem baj. De szerintem csak az a kérdés, hogy mi történik egy este során az emberrel, én jól éreztem magam, ez baromi kellemes volt, és már épp itt magyaráztam valakinek, hogy az a nagyon jó ebben, hogy azért kellő érzékenységgel, humorral, finomsággal, emberismerettel vannak megírva ezek a jelenetek. Istenem, hát próbáljon meg valaki a francika művésznő nyomába érni, hát úgyse fog sikerülni neki. Jól ültek-e a csendek, és jókor harcsogtak fel a nevetéseket? Kár, hogy nem volt előtte közönség, és nem tudtuk ezeket beépíteni, ezeket a nevetéseket. Hosszú ideje próbáljátok a darabot, de senki nem nevetett, és vége most közönség előtt, és én meg volt őszintén kellő mennyiségű kacagás. Hát én a takarásba vinyogok folyamatosan az egész próbaidőszak alatt, néha rám is szóltak ki, hogy ez most nagyon hallatszik, úgyhogy vigyázz. Igen. Nagyon szépeket játszanak a színészek, és tényleg őszintén lehet időnként jókat röhögni, utána megrendülni, és ez nagyon szép. Na hívd a mentőket! A mentő. Igen, a mentőket, gyorsan könyörgök, mert megfulladok! Hát mit képzelsz, Gedeon? Kicsit olyan, mint egy kabaré, csak hogy van benne nagyon tragikus, meg van benne ilyen középfajú, meg van benne nagyon vidám. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes műfaj. És valahogy úgy láttam, hogy az emberiség szeret. És következésképpen én is szeretem. Mindig beáll a többség mellé? Igen, beállom. Hát én utálom az osztálytalálkozókat. Nem szerettem az osztályfőnökömet, és ő se szeretett engem. Ez a gimnáziumban volt. Úgyhogy... Mi volt az oka? Hát... Ez, amit meg tudnám fogalmazni saját magaddal szemben, ami nem túl szeretető. Elég ambiciózus voltam már első gimnazista koromban is, amitől nagyon-nagyon nem értem. Buzgó voltál. Így van. Egy igazi buzgó mocsink voltam, ez is maradtam. Hogy értékelted, hogyan működik a közönség? Nem vagyok hajlandó neked válaszolni a kérdésre, mert egy gonosz embernek tartalak. Vége.